évente több mint 42 milliárd forintot fordítunk energiaköltségre Szombathely tekintetében. Fűtés-világítás költségei ezen belül több mint 27 milliárd forint, amiből a lakásokra és a családi házakra hozzávetőlegesen ennek 40%-a jut. Ez nagyjából egyébként 11 milliárd forint. Az energetikai fórumon mondott köszöntőjében Illés Károly arra is kitért, hogy a szombathelyi társasházak mintegy felét már sikerült a közelmúltban felújítani, és ez 40-60%-os energia megtakarítást eredményezett. Ez azt jelenti, hogy évente 5,5 milliárd forint marad a lakosság zsebében, ami jól érzékelhető gazdasági élénkülést eredményezett. A 60 lakás feletti társasházak energetikai korszerűsítését megcélzó pályázati kiírás akár már a napokban megjelenhet. A családi házakra igénybe vehető források vélhetően a jövő év elején nyílnak meg. Ez sokak számára jelenthet segítséget Szombathelyen. 20-22 ezer körüli a családi ház, ami érintett. Ők lesznek az a célcsoport, akiket a következő támogatási ciklusban már bevon a kormány a finanszírozható ingatlanok közé, hiszen eddig csak a társasházaknak voltak ilyen támogatásai, illetve egyszer volt, ahogy említettem, egy kompensz családi házas kiírás, az talán 2 vagy 3 évvel ezelőtti felhívás volt. Az energiatudatos korszerűsítés egyik módja lehet a napelemes rendszer telepítése. Vannak olyanok, akik energiatudatosan szeretnének élni, minden kisebbekből ők a lábnyomot hagyni maguk után. Másrészt vannak olyan napelemtelepítő megrendelőink, akik készülve az öregkorra és a feltételezhetően kevéske nyugdíjra előre gondolkozva a megtakarított pénzüket olyan megújuló energiaforrásokba fektetik be, mint napelem, napkollektor, hőszivattyú egyéb, ami gyakorlatilag amivel azt tudják elérni, hogy öregkorukban nincs rezsiköltség. A napelemek hatékonyságát jelentősen befolyásolja a tájolás, a dőlésszög és a környezet is. A telepítés előtt szükséges az EON engedélye, hogy az épület hálózata alkalmas-e a napenergia fogyasztására. A szakemberek előadásából az is kiderült, hogy a napelemes rendszerek kivitelezése a gondolattól az üzemelésig mindössze 1 hónapot vesz igénybe, de figyelmeztettek, hogy helyszíni szemle nélküli ajánlatot semmiképp ne fogadjunk el. Érdemes időben lépni, hiszen hazánkban az ilyen eszközök megtérülése jelenleg 8-10 év.